A család soha nem hagy el bennünket, még akkor sem, ha mi vagyunk kénytelenek elhagyni. Ez volt a mottója a Balogh család Becsehelyen megrendezett találkozójának, melyre az Zala Rádió is meghívást kapott. Az ötlet gyerekkori kapcsolatból adódott, mert ez mindig ilyen szoros volt. Valamikor volt a mi nagymamáknak a 80. születésnapja, akkor verődtünk többé-kevésbé mindannyian össze, és mindig érlelődött bennünk, hogy kellene egy találkozót tartani. Ezt a családot a mi mamánk, vagy ahogy mi neveztük, a mi messzi mamánk fogta össze. Én azt hiszem, hogy a 7 Balogh gyerek is kapta azt örökségül, amit nekünk továbbadtak, ezt a család szeretetet, mert mai napig mindenki csak erre emlékszik, a mamára, és arra, hogy a 7 Balogh testvér milyen megértően viselkedett mindig a másik gyerekek iránt. Erre a találkozóra az ország minden tájából jöttek vendégek, családtagok, rokonok. Igen, a skála az valahol Kisvárda és Zalaegerszeg között húzható meg. Balogh András vagyok, a családban a Balogh név egyik továbbvívője, unokatestvér, a szervezők egyike. Hány unokatestvér van összesen? 25 unokatestvérből 23 él és 23 van jelen. Családjukkal, és még mindig nagyon meghatottan érzem magam, amikor ezen a társaságon végignézve azt látom, hogy a nagy Balogh családnak 95%-a jelen van. Ez több mint 110 ember. Azt hiszem az országban is ez egyedülálló lehet talán, nem? Hogy ilyen nagy családi találkozót létrehoztak, összehívtak. Én nagyon remélem, hogy példát mutatunk ezzel gyerekeinknek, unokáinknak, ugyanis ezek a találkozók valójában nem voltak ritkák az elmúlt 10-20 évben esküvők alkalmával, később sajnos rendkívüli családi események, halálozások alkalmával, de úgy gondoltuk mi unokatestvérek, hogy ha már nem biztos, hogy kötni kell egy olyan családi eseményhez, amiről az előzőekben szó volt, csak a találkozás kedvéért. Jó így együtt látni ezt a familiát. Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy ez a találkozó a szeretetbe, a családba vetett hitünket erősíti tovább. Sajnos ebből a nagy családból már sokan hiányoznak. Mielőtt elkezdődne itt a program, emlékezzünk meg azokról, így nem lehetnek itt közöttünk. Rendkívüli, rendhagyó, példaadó és remélem hagyományteremtő nap számunkra ez a mai. Rendkívüli, mert ilyen még nem volt. Rég terveztük, egyszer el is halasztottuk, de már a valóságra lett. Már a szervezés alatt messzire jutott a híre. És tényleg, csak a találkozó kedvéért összejön több mint 100 ember, hihetetlen, mondták. De összejött, és ez tényleg rendkívüli. Rendhagyó is, mert olyan még nem volt, hogy nem egy esküvő vagy más váratlan családi esemény hívott volna össze minket. A család iránti szeretet az együttartozás ennek az eseménynek a kovásza. A mai rohanó világban ez úgy gondolom példaértékű is. Példaértékű elsősorban gyermekei, unokáink számára, kik a család felett büszkén újonva találták meg a maguk levelét, és úgy gondolom, meghatározó élményben lesz részünk. Többekkel együtt, még én is jól emlékszem egy ilyen találkozóra, a Balogh mama 80. születésnapján. Az akkori és a mostani szervezők előtt is legfontosabb célom volt példát mutatni az utána következő nemzedéknek a családhoz való kötődés fontosságáról. Én hiszem, hogy ez a találkozó is eléri célját, minden jelen lévő számára feltöltődésre. Ürítem tehát poharam annak reményében, hogy az a tölgy a képen bármi teremélyessé válik is, a gyökereinkhez mindig visszatalálhat. A nap további részében kívánok mindenkinek jó szórakozást, egészséget! Mindig ilyen összetartó ez a család? Jellemző erre a családra, hogy nagyon összetartó. Az ország minden
területére eltávolodtak a családtagok, de nagyon összetartó, és azt hiszem ez most a hangulatból is látszódik, hogy szinte mindenki név szerint ismeri továbbra is egymást, és örül a másik jelenlétének. Nem volt olyan esemény, amikor valakinek valamilyen segítségre volt szüksége a családban, hogy ne lehetett volna megtalálni azt az utat, hogy a testvérek, a rokonok megoldják a problémáját. A szülői ház vagy a videófilmen is látott pince megvan-e még? A szülői háznak egy része van, meg sajnos a pont a főépülete nincs. A pince is sajnos az idő múlásával az enyészeté lett. De van helyette sok másik szülői ház, sok kisebb család, aki mindegyike ilyenné nőheti ki magát. Simon Istvánné vagyok, Balog Júlia, a Balog testvérek találkozóján én a legfiatalabb leány, 7. gyerekként születtem 1933-ba, itt Polán, és ez a találkozó egy levél útján összehívott bennünket, akik még itt tudunk lenni, 5 testvér. Nagyon örülök neki, én a legfiatalabb, mert lehet, hogy az idősebbekkel nem találkozunk már. És a szüleimnek nagyon köszönöm, hogy én, mint 7. gyerekként ilyen szeretettel fölneveltek. Semmi másra nem tudok emlékezni, mint arra, hogy becsületesen, szorgalmasan neveltek, szeretetbe, a legnagyobb a szeretet, mert soha nem volt Bibliánk, de az én édesanyám mind, aki olvassa a Bibliát, úgy tudott bibliaidézeteket mondani. Én erre visszaemlékezem, és engem mindenki szeretette vett körül, mivel én a legkisebb voltam, de engem ez indított arra, hogy én nekem is egy nagy családom van. Van 4 családom, gyönyörű 8 unokám. Milyen érzés ezen a családi találkozón részt venni, hiszen ilyen sokan összegyűltek a rokonságból? Nagyon jó érzés, hogy az ember a családja körébe, hogy elmondhatom, mert mondom, ott hagytak engem is a 4 gyerek, unokám. Gyerekeim, nagyon szeretjük egymást, de egyedül élek most. 12 éve halt meg a férjem, de olyan öröm, hogy itt a nagy családot együtt látom, mert ugye itt vannak a nagymamák már, akiket én kézenfogva olyan kiskorukba vezettem, akik akkor édesanyám unokái voltak, én voltam a 10 éves, ők már születtek, 42-43-ban az unokák, én azokat vezetgettem, hát én nekem egy nagy öröm, hogy én újra találkozhatok velük.